Az előző tartalmat a láncos hasonlattal fejeztem be, aminek a lényege az, hogy minden lánc olyan erős, mint a leggyengébb láncszeme, és ez az élet nagyon sok területére igaz. A mai adás az erősítőkről fog szólni, és próbálok segíteni, hogy mik azok a fontos információk, amikre szükséged lesz, ha kezdő vagy. Természetesen az első a költségkeret. Ha megvan, akkor jönnek az igények. Néhány példa, használt vagy új, erősítő legyen, milyen legyen a dizájnja, hány darab bemenet legyen rajta, hány nyomos és hány pár hangfalat lehessen rákötni, milyen osztályú legyen az az erősítő, A osztályú, B osztályú, vagy AB osztályú, illetve ezen kívül még van C és D osztályú, de mivel, hogy használt erősítőt vásárolunk mondjuk esetleg, ez minket nem éri. Ezen kívül milyen felépítésű és milyen kialakítású legyen ez az erősítő, itt gondolok arra, hogy egy integrált áramkörre építettek mindent, vagy esetleg külön elszeparálták ezeket, elővégerősítő, monoblokk, vagy kialakítás, tehát egy készülékházon belül helyezkedjen el mindez, vagy esetleg külön készülékházakban kaptak helyet. De itt az árak akár tízszeresek is lehetnek. Mondok egy példát, az ár-érték arányú kis videómban láttatok egy Harman Kardon PM635-ös integrált sztereó erősítőt, de a gyártó cégnek ebből a korszakából van elő-végerősítő is, ennek például a használt ára akár 50-70 ezer forint is lehet, állapottól függően. Még ott vannak a rádiós erősítők és a házimozi erősítők is. És itt meg is állnék egy kicsit, a házimozi erősítőket nem arra tervezték, hogy lemezjátszót hallgassunk rajta, már ha van rajta fonó bemenet. És ha olvasod blogokat, leírásokat, teszteket, akkor az esetek 95%-ában nem ajánlják hanglemez hallgatáshoz ezeket. Akkor jön egy kötözgetés, ezt kikapcsoljuk, ezt is.
teljesen más hangjuk van, mint a sztereó erősítőknek. Arra még itt kitérnék, felhívnám a figyelmet, hogyha használt készüléket vásárolsz, hogy hol vásárolod azt. Én azt javaslom, ha nem értesz hozzájuk semmilyen szinten, akkor mindenféleképpen valamilyen használt elektronikai termékeket forgalmazó üzletben próbálj meg vásárolni, ahol ki is tudod próbálni ezt a készüléket, vagy esetleg baráttól, ismerőstől, vagy valakin keresztül. Ugyanis, ha te mondjuk egy mondjuk bolhapiacon vásárolsz, ahol árulnak műszaki cikkeket, ott valószínű, te nem fogod tudni ezt kipróbálni, és hogyha hazaviszed, és hibás a készülék, akkor az problémákat okozhat. És itt még egy figyelmeztetés, feszültség alatt nem szabad szétbontani a készüléket. És akkor jöjjön néhány adat az erősítőről, például, hogy milyen frekvenciatartományban tudjon erősíteni. Általában 20-tól 20.000 Hz-ig szoktak az erősítők frekvenciákat erősíteni, de lehet ettől eltérő is, lehet szűkebb ez a tartomány, mondjuk 35-től 18.000 Hz-ig, vagy szélesebb, 10 Hz-től 35.000 Hz-ig akár. Ezen kívül még általában föl van tüntetve az erősítők használati útmutatóján. Teljes harmonikus torzítás, a csatorna elválasztás, jelzarány, és most jön a kedvencem, a wattok. Igen, azok a fránya wattok. És most sokan a leadott teljesítményre gondolnak, de felejtsétek el. Ugyanúgy felejtsétek el, mint a hangzatos reklámokat, meg feliratokat, hogy ez 2x200 wattot ad le, meg 2x300 wattot ad le, azt inkább a hangfalhoz és a szoba méretéhez kell igazítani. Sokkal fontosabb az, hogyha használt idősebb erősítőt vásárolsz, hogy hány wattot képes kiszippantani az elektromos hálózatból. De fontos megemlíteni, hogy a technika fejlődésével aztán ez talán már egy kicsit a háttérbe szorult. De a régebbi erősítőknél ez egy fontos adat. A leadott teljesítményt azt majd megbeszéljük a hangfalaknál. Tehát akkor összegezzük az elhangzottakat, költségkeret, az erősítő osztály, tehát AB osztályú az erősítő, vagy A osztályú, ennek a kialakítása, kiépítése, és ami fontos, az a hálózatból felvett teljesítmény. A következő részben kitérek a wattokra és a hangfalakra, és ezek összefüggésére. Köszönöm a figyelmeteket, ne felejtsetek el feliratkozni, és lájkolni, sziasztok!